Szeretett testvéreim, olvasom a János írása szerinti evangélium első részéből a 43-tól 46 ig terjedő verseket. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, Köves engem. Fülöpp pedig becsajdából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Natanaéllel és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak. Jézust, a József fiát, aki Názáredből származik. Származhat-e valami jó Názáredből? kérdezte tőle Natanaél. Fülöp így válaszolt, jöjj és lásd meg! Szeretett testvéreim, két dolgot szeretnék mondani a felolvasott igék alapján. Az egyik, hogy Jézus személye ellenállhatatlan vonzást hordozott azok számára, akik nyitottak voltak előtte. Fülöppel találkozik, elég volt annyit mondani, hogy jel, jöjj és köves engem. És Fülöp indult Jézus nyomába. Máshogy is látjuk ezt, amikor Mátét hívja a vámszedő asztaltól, ennyit mondott, hogy köves engem. Jézus személye különleges vonzást hordoz. Átéltük, akik hitre jutottunk, hogy egyszer csak belépett az életterünkbe, és úgy szólt, és úgy intézte a dolgokat, hogy nem tudtunk ellenállni. Nyilván nem is akartunk, de ha visszagondolunk, akkor láthatjuk, hogy nem a mi nagy buzgalmunk, hanem az ő határozott lénye, ami ránk sugárzott, amelyik. Hatalma alá vett, hívott el és tett a követőjévé. A másik pedig, hogy mennyire okoskodók vagyunk mi hívő emberek. Találkozik Fülöp a barátjával, Natanájellel, és azt mondja neki, hogy megtaláltuk a messiást, gyere, Názáretből származik. És a nagy okos Nathanael megkérdezi, hogy Názáretből származhat-e valami jó? Nyilván az ő írás tudó világukban ez közszájon terjedt, hogy Názáredből igazán nem fog. Jönni a messiás, sem pedig nem származik valami különösebb jó. Mit tud arról, Natanael, a maga okoskodásában, hogy Jézus igazából Betlehemben született? És ahogy a proféta megmondta, az, hogy Názaretben nevelkedett. Ne okoskodjunk. Testvéreim, ne tudálékoskodjunk, hanem figyeljünk nagyon Jézusra, figyeljük nagyon az igéket. És aztán az is nagyon jó, és ez a harmadik, amit mondanék, hogy Fülöp nem magyarázgat, hanem azt mondja, hogy jöjj és lásd meg, próbáld ki, gyere és meg fogod látni egyértelmű volt Fülöp számára, hogy ő a messiással találkozott. Az, ahogyan hatott rá Jézus személye, az világos volt a számára. Valóban jó nekünk úgy hívni embereket, hogy próbáld ki. Gyere, és majd megváltod. Próbáld meg, hogy mit tud Jézus kezdeni veled. Olyan sokan kivédik, magyarázzák, jobbra, balra, és nem lesz az egészből semmi. Hát itt megtörtént, hogy Nathanael szót fogadott a barátjának, jött, és meglátta. A tanítványa is lett Jézusnak.